A város legfontosabb eseményeinek összefoglalóját, a Pécs TV híradóját látják. Köszöntöm nézőinket! Városunk önkormányzatának képviselő testülete ma reggel 9 órától tartja soros ülését. A munkát a Pécs TV ezúttal is természetesen élőadásban közvetítette, és közvetíteni is fogja. Déli híróránkban már beszámoltunk a délelőtti eseményekről, most ismét kapcsoljuk a helyszínről Gerencsér Judit kollégánkat, aki beszámol a dél óta bekövetkezett fejleményekről. Halló Judit, velünk vagy-e már? Szervusz Ágnes, köszöntelek, és köszöntöm a Pécs TV nézőit is, jó napot, pontosabban már azt hiszem lehet jó estét is kívánni. Azok, akik velünk együtt nyomon követték a közgyűlés mai eseményeit, azt hiszem, hogy egyetértenek velem abban, hogyha azt mondom, hogy ez a mai közgyűlés is nagyon hosszúra fog nyúlni, hiszen mindig csak a 13. napirendi javaslatnál tartunk. Közben azért elmondanám, hogy egyáltalán mi történt a déli óráktól. A közgyűlés a déli órákban elfogadta a pénzbeni és természetbeni szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítását. E rendelettel számos tekintetben méltányosabb elbírálásban részesülnek majd az arra rászorulók. Aztán döntött a közgyűlés Bencsik István Pénelope című szobrát illetően is. Azt hiszem, erre mindannyian emlékezünk, hogy nagyon sok vitát és sport vett fel az a szobor. A felújítás alatt álló Dísztan Nemes Endre utcai múzeum tulajdonképpen ilyen szobort kertjében fogják majd elhelyezni. A második világháborús emlékmű kapcsán közel egy órán át arról folyt a vita, hogy az emlékmű az optimizmust, avagy a pessimizmust hangsúlyozza-e. Aztán több órás diskurzus bontakozott ki a két tervezett részönkormányzat, a Meszesi és a Pécsújhegyi megalakításával kapcsolatban is. Az ellenzők azzal érvelnek, hogy ez a forma a város decentralizálásához vezethet, a támogatók viszont a már meglévők pozitív érdemeire hivatkoznak. A Pécs, Pécsújhegyi és Üszögi részönkormányzat létesítését a közgyűlés 29 igen 10 tartózkodással elfogadta, a Meszesi részönkormányzat megalakítását is támogatták, de magának az önkormányzatnak a létrehozásáról egyelőre nem döntöttek, arról majd a következő közgyűlésen fognak. Az ivóvíz és csatornaszolgáltatás jövőbeni rendszerével, illetve a szolgáltatási szerződésekkel, a kintlévőségek kezelésével kapcsolatban is közel majd két órán át vitatkoztak, míg nem végül a vízmű által benyújtott igen részletes előterjesztést elfogadták. Most a munka Pécs Baranyáért KHT és az önkormányzat között kötendő közhasznú foglalkoztatási szerződésről vitatkoznak. Judit, köszönjük szépen az összefoglalót, és további jó munkát kívánunk! Az ifjúsági szakképzés korszerűsítésére kiírt világbanki program támogatását három pécsi szakközépiskola, illetve szakképzőiskola nyerte el pályázat útján. A Radnóti Miklós közgazdasági szakközépiskola, az 508-as számú kertvárosi szakképzőiskola, valamint a Cipernovszki Károly ipari szakközépiskola. Ez a támogatás elsősorban a tanárok külföldi szakmai továbbképzésére és a program megvalósításához szükséges eszközök beszerzésére ad lehetőséget. A szerződést ma írta alá dr. Toller László polgármester. Egyes iskolák már 1995 óta egy program szellemében tanítanak. A pályázatokkal elnyert támogatás kapcsán eszközfejlesztésre 2000-től nyílik majd lehetőség. A tanárok továbbképzésére elnyert keretből a Radnóti Miklós közgazdasági szakközépiskola tanárai közül néhányan a 98-99-es tanévben Hollandiában jártak. Tanáraink végre eljutnak külföldi tanulmányokra, tapasztalatot cserélni, és az eszközfejlesztés, ami azt hiszem ma nem mindegyet egy iskolának se, hogy honnan tudja beszerezni és milyen eszközöket. Mi két területen pályáztunk világban. Banki támogatásra. Az egyik terület az a szakmunkás képzés, ahol gázipari szakmáknak a modulrendszerűvé alakítását pályáztuk és vállaltuk. A másik terület az pedig a szakközépiskolai képzés korszerűsítése. Elsősorban egy módszertani és tananyagbeli fejlesztésről van szó. Nem mellékes egyébként maga az az eszközfejlesztés sem, amit az iskola a világbanki program keretében meg fog kapni. Az ifjúsági szakképzés korszerűsítésére készült világbanki program szerződését ünnepélyes keretek között írta alá dr. Toller László, valamint a három iskola igazgatója. Nézzük meg először, hogy mihez kell ész, utána nézzük meg, hogy mit kell megszervezni hozzá, és utána nézzük meg azt, hogy milyen anyagi lehetőségek vannak az ész által vezérelt, jó szervezett programok végrehajtásához. Én úgy gondolom, ez a világbanki program egy ilyen gondolat jegyében valósulhat meg a három érintett iskola részvételével és az önkormányzat támogatásával. 1996 óta erőteljes növekedés észlelhető a baranyai önkormányzatoknál a külföldiek által benyújtott ingatlan szerzés terén.
Két év alatt 1028 kérelmet engedélyezett a Baranya megyei közigazgatási hivatal. 12 esetben a termőföld megszerzése miatt kellett elutasítani a beadványt, 7 esetben pedig a viszonosság hiánya miatt történt elutasítás. A külföldiek ingatlan szerzését Magyarországon a termőföldről szóló törvény, illetve kormányrendelet szabályozza. Külföldiek főszabályként ingatlant vásárolhatnak Magyarországon, de nem vásárolhatnak termőföldet és védett természeti területet. Ez kizárt, hogy ennek a tulajdonjogát megszerezzék. Az egyes települések polgármesterei között megoszlanak a vélemények az ügyben, hogy jó-e, ha az adott településen külföldiek vásárolnak ingatlanokat. Az elmúlt esztendőkben a vásárlók többsége német állampolgárságú volt. A második helyen a top listán a horvátok állnak. Harkányban például nagyon sok üzletet, lakást vásárolnak horvát állampolgárok. Van, amelyik le is szeretne telepedni, hiszen mi az állampolgársági kéremek elbírálásánál látjuk, hogy viszonylag nagy számú horvát állampolgár szeretne Magyarországon állampolgárságot szerezni. Az ingatlanszerzők táborából a holland állampolgárok Orfüt részesítették előnyben. Elenyésző számú viszonylag a nagy többséghez képest a külföldiek ingatlanvásárlása, és hát sokkal több megítélésem szerint a haszna, mint az ebből eredő esetleg negatív megítélés. A külföldiek Magyarországon történő ingatlan szerzésének kérdése csak az euró csatlakozásig érdekes, mondja a szakember, hiszen utána mindenki ott vásárol telket, házat, ahol a pénzügyi keretei engedik. A baranyai német önkormányzatok szervezésében tartottak ma nyilvános fórumot a hadiárvák kárpótlási törvénytervezetéről és a jelenlegi helyzetről. A hadiárvák kárpótlását szabályozó törvény 1994 óta komoly vitákat vált ki, és egyre nagyobb tömegek tiltakoznak ellene. A probléma lényege az, hogy akik korábban nem kaptak hadiárva ellátmányt, azok továbbra sem kapnak. Akiktől pedig ezt a juttatást annak idején megvonták, azok a törvény jóvoltából most kaphatnak egy összegben kárpótlást. Harmadszori nekirugaszkodásra is visszautasította az országgyűlés, most jelesül az Országgyűlés Honvédelmi Bizottsága, hogy ezt a témát a parlament napirendjére tűzze. Így én úgy érzem, hogy a parlamenti út lezárult, és ezért támogatom azt, amit egy szocialista képviselőtársam tett, az Alkotmánybírósághoz fordult ebben a kérdésben, és bízom benne, hogy az Alkotmánybíróság kötelezi a parlamentet, hogy ezen a fennálló helyzeten változtasson. A végleges rendezésben fontos szerepet játszik az idő, hiszen minél később születik döntés, sajnos annál kevesebben részesülhetnek ebből az igazán csak jelképesnek mondható egyszeri összegből. A nagyszámban megjelent érintettek reménykednek a törvényalkotók belátásában, és bíznak benne, hogy megérhetik a probléma végleges megoldását. Ez év januárjában jegyezték be hivatalosan a Szent László Alapítványt. A civil szervezet fő célja a határőrök életminőségének javítása, valamint a sport és más szabadidős tevékenységek finanszírozása. A Szent László Alapítvány civil kezdeményezésre jött létre, Magyarországon Pécsett az elsők között. Észrevették azt, és mi is éreztük, hogy a központi költségvetés által adott összegek, ez a finanszírozás, az alapműködés ez ugyan elegendő. De azokhoz a plusz dolgokhoz, ami a hivatásos állomány, a közalkalmazottak és köztisztviselők, akik itt dolgoznak a határőrségnél, azoknak az élet minőségét javítaná, gondolok itt sport, kulturális rendezvényekre, ahhoz kell egy kis plusz. Az alapítvány nyílt, tehát tagjai lehetnek a határőrség alkalmazottjai és köztisztviselői, valamint bárki, aki a határőrök sorsát magáénak érzi. Siklóson régóta határőrök közt élünk, siklósi lakosok, és a kapcsolat a határőrök régóta megvolt, és jó is ez a kapcsolat. Szerették volna ezt valami hivatalos formába önteni, hogy úgymond neve legyen a gyereknek. Az alapítványon keresztül ezentúl tehát hivatalos úton támogatható a határőrség. A szervezet sikeres fennállása főként a magánszemélyek adakozó kedvén múlik. Az alapítvány alig 2 hónapos, de már jelentkeztek az első eredmények. Tapasztalatból tudom, hogy élvezik a hatásait, hisz már egy-két rendezvényen részt vettünk, egy-két rendezvényt csináltunk úgy, hogy közösen csináltunk. Úgy érzem, hogy a határőrök ezen jól érezték magukat. Márpedig ez az egyik fő cél, amiért az alapítvány megalakult.
A kollégák körében most már szinte mindenki értesült az alapítvány létezéséről, céljáról. Amellett az egész határőrség tudja, hogy létezik egy ilyen, hiszen nem mi voltunk az elsők, de az elsők között, akik létrehoztunk egy ilyen alapítványt, és azt hiszem most már a lakosság körében is egyre többen tudnak rólunk. A problémát gyorsan és hatékonyan kell megoldani, azaz elvágni, mint a gordiuszi csomót. Ma a Pollák Mihály Műszaki Szakközépiskolában a Gordiusz matematika tesztverseny eredményét értékelte a zsűri. A díjkiosztót Bokor Béla, a Baranya megyei önkormányzat közgyűlése alelnökének köszöntője nyitotta meg. Néhány szavalat és prózarészlet előadása után kihirdették a tesztverseny eredményét. A zsűri külön értékelte az egyéni és a csoportos nevezéseket a 9-től a 12. osztályig. Minden évfolyamon az egyéni verseny első 12, a szakközépiskolások első 3 helyezettje, valamint az első 3 helyezett csapat tagjai részesültek díjazásban. A tesztversenyek Amerikában már nagyon népszerűek, Magyarországon viszont most vannak elterjedőben. A verseny tisztaságát a számítógépes feldolgozás szavatolta. A Baranya megyei 646 indulóból a helyezettek juthatnak be az országos versenyre, melynek szervezeti kereteiről a helyszínen tájékoztatták a diákokat, és adták át a meghívó leveleket. A város fesztiváljai, nagyobb rendezvény sorozatai eddig valahogy elkerülték a tavaszi évszakot. Idén a tavaszi fesztiválhoz kapcsolódó pécsi eseményeken kívül egy új, remélhetően hagyományteremtő programra kerül sor a hétvégén. A cirfandi, zöldes-sárga színű, intenzív, vadvirágcsokorra emlékeztető illatú, tüzes, testes, kissé lágybor. A Nemes Nedű nevét viseli az a fesztivál, amelyet szombaton rendeznek városunkban. A soproni Poncichter Fesztivál adta igazából az ötletet, hogy mi lehet, ami pécsi, az természetesen a cirfandi, a Cirfandli Fesztivál és a tükék köszöntése, vagyis azoknak a polgároknak a köszöntése, akik a városban jól érzik magukat, ha innen eltávoztak, szívesen jönnek vissza, vagy őrzik a hagyományaikat. A Cirfandli Fesztivál a Mecsekalján elnevezésű kulturális, turisztikai és gasztronómiai rendezvénysorozat. Három helyszínen, a Széchenyi téren, a Grász téri Tükek útnál és a Baranya megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ új József Attila úti székházában várja majd a város polgárait és a hozzánk látogató turistákat. Nekik egyébként ingyenes városnézés is kóstál a rendezvénysorozat ideje alatt. 1999 a magyar bor és a gasztronómia éve. Baranyába a Hívj egy vendéget Baranyába elnevezésű rendezvénysorozattal készülünk. Ennek igazán az első és a nyitó rendezvénye most ez a Cirfandli Fesztivál. A fesztiválhoz természetesen több városi étterem is kapcsolódik, hogy a Cirfandlihoz illő ételeket kínáljon az ingyenceknek. A borok kedvelőit pedig nem csak a kóstolók, hanem szakmai programok is várják. Például megismerkedhetnek a Cirfandli sikeres termesztésének fortéjaival. A programajánlatban szerepel még nóta, tánc, móka, kiállítás, sőt madárijesztő készítés is. Mindez tehát 20-án a város első Cirfandli fesztiválján. Jövő hónapban egyébként megválasztják majd a megyeborát, ami remélhetőleg méltó párja lesz városunk büszkesége. A Cirfandlinak. Híradunk végén néhány közlemény. Bódis Irén betegsége miatt ma este elmarad az Elnök Nők című előadás a harmadik színházban. A jegyek a váltás helyén visszaválthatók vagy átcserélhetők más időpontra. Forgalomváltozás lép életbe holnaptól a Jókai Mór utcába. Ismét. Befejező szakaszához érkeztek a rekonstrukciós munkálatok, ezért a Jókai utca a Széchenyi tér felől Zsák utca lesz, viszont ez idő alatt feloldják a behajtási tilalmat az Irgalmasok utcájába. A Mátyás Király utca a Váradi Antal utca felől lesz Zsák utca. Ezzel egy időben a Zrínyi és a Teréz utcában, valamint a Jókai utca alsó szakaszán visszaáll az eredeti forgalmi rend. És bízunk benne, hogy mi hamarabb az egész Jókai utcában. Kedves nézőink, Önök a város legfontosabb híreinek összefoglalóját, a Pécs TV híradóját látták. Rövidesen lapelőzetessel és időjárás jelentéssel folytatjuk. Maradjanak velünk! Pénteken az Új Dunántúli Naplóban.
személyi jövedelemadó, elvonási tünetek. Felröppent a hír, hogy jövőre tovább csökkenhet a személyi jövedelemadó helyben, tehát az önkormányzatoknál maradó része. Ha ez bekövetkezik, Baranya települései az idei évhez képest összesen körülbelül 500 millió forinttal kevesebbet kapnak meg 2000-ben a személyi jövedelemadó bevételeiből. Csaknem 139 ezer egyetemi jelentkezési lap érkezett be idén a március 1-i határidőre, derült ki a feldolgozások első üteme után. Az összesítések szerint továbbra is népszerű a Janus Pannonius Tudományegyetem és a POTE több kara, azonban vannak olyan szakok, amelyek iránt megcsappanni látszik az érdeklődés. Némi meglepetésre ezek között eddig divatosnak számító pályák is vannak. A kontártól sem kell félni. A szakemberek úgy vélik, ha valaki saját kezűleg újítja fel lakását, az körülbelül fele annyiba kerül, mintha mestereket bízna meg a szakipari munkákkal. Egyes vélemények szerint a szakképesítés nélkül munkát vállalók között is vannak olyanok, akik tisztességesebben dolgoznak, mint a vállalkozói igazolvánnyal rendelkezők. Részleteket tehát a holnapi Új Dunántúli Naplóban olvashatnak. Éjszaka változóan felhős lesz az ég, néhol kisebb hózáporok még előfordulhatnak. Az északkeleti szél mérséklődik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és mínusz 3 fok között alakul. Holnap több-kevesebb napsütés mellett többször erősen megnövekszik a felhőzet, futó hózáporokra számítanunk kell. A levegő hőmérséklete délutánra 3-6 fok között valószínű.